140 éve bízták meg Tisza Lajost Szeged városának újjáépítésével. A hagyományoknak megfelelően immár sokadik alkalommal tartott megemlékezést a Tisza koalíció. Az ünnepség házigazdája a Jászai Mari díjas szegedi színművész Jakab Tamás volt. Beszédet mondott Juhász András, református esperes, illetve a Tisza koalíció elnöke Barta László is. A rendezvényt Németh Janó egy Juhász Gyula által írt vers elszavalásával tette színesebbé. Az esemény végén a megjelentek egy-egy szár rózsával róhatták le tiszteletüket Tisza Lajos előtt, amit közvetlenül a szobor lábánál helyeztek el.